A koroncai pincészet lett az év borászata Balatonfüreden. Koroncai Zsolt a városi borverseny eredményhirdetésén vehette át dr. Bóka István polgármestertől az elismerő oklevelet. Az emlékplakettet pedig Pálfi Károlyné, a településrendezési bizottság elnöke adta át a 14 borral nevező borásznak. A koroncai családnak Szőlősön van a munkapincéje, ahol reduktív technológiával, acéltartályokban és hagyományos módon fahordókban folyik a bor érlelése, de Mencsely Halomhegyen is van egy régi pincéjük. Boraikkal vendéglátóhelyeken, strandi üzletekben találkozhatunk, az értékesített borok 30%-át saját maguk palackozzák. A városi borversenyen 2017-es olasz rizlingjükkel nagy aranyérmet nyertek, ezen kívül 7 aranyérmet, 4 ezüstöt és egy bronzot szereztek a versenyre benevezett 12 fajtával. 22 hektáron gazdálkodunk, jelenleg a környéken főfajtáink fehér szőlőfajták, elsősorban olasz rizling, chardonnay, otonai muskatei és a jölévér, rajnai rizling, zenit, szürkebarát tramini, kék szőlőfajtákból pedig Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, és most van egy új telepítés, kék frankosunk. Elsősorban itt a megyei borversenyeken szerepeltünk most már jó pár éve, illetve itt a füredi városi borversenyen már nagyon régóta, közel 10 éve megmérettetjük magunkat mindig kisebb-nagyobb sikerekkel. Nyilván nekünk is ugye meg kellett tanulni, tehát hogy melyik fajtából hol, mikor szüreteljünk, hogyan szüreteljünk, miként szüreteljünk, hogy tudunk belőle jó bort előállítani. A fajta választékunkat meg mindig a piac diktálta, tehát mindig jött, hogy még kellene ez a fajta, még kellene az a fajta, és akkor így gyakorlatilag kiszélesedett a kör. Zömébe olasz rizlingünk van, tehát a területeink 50%-a az olasz rizling. A többi 50%-ra korlátozódik a többi 11 fajta. A család az mind apai, mind anyai ágon generációk óta szőlővel foglalkozik. Ugye 2000-ben kellett egy nagy döntést hozni, hogy vagy leredukáljuk a szőlőállományt egy nagyon minimális szintre, vagy elkezdjük komolyra felfejleszteni. Az akkori 2,5 hektárból most 22-nél tartunk. Mert úgy döntöttünk, hogy akkor fejlesztjük tovább. Két fiam van, akik remélem, hogy átveszik majd a stafétabotot. Hogy mitől jó egy bor, az egy bizonyos fokú szakmai elvárás felett azért eléggé szubjektív, de a Balatonfüredi Városi Borversenyen a szakmaisága meghatározó, hangsúlyozta a zsűri elnöke, Nyitrainé dr. Sárdi Diana, a Kertészeti Egyetem borászati tanszékének a vezetője, az Annabella Hotelben megtartott díjkiosztón. A két napon át tartó borversenyen, amelyre 41 termelő, 353 borral nevezett, az érzékszervi tulajdonságok okait, a kémiai, mikrobiológiai összefüggéseket, jellemzőket is megbeszélte a zsűri. A szakmaiságot hangsúlyozta a Balatonfüred Szőlősi Hegyközség két hónapja megválasztott új elnöke, Balogné Király Mónika is, aki maga is szőlészként végzett, majd Keszthelyén szerzett agrármérnöki diplomát. Muszáj egy picit felülemelkedni a szubjektivitáson, és tényleg objektíven nézni a bornak a fajta jellegességét, az évjárathoz való kötődését, és azt gondolom, hogy akár a termőhelyhez való kötődését. Ez alatt a két nap alatt, amíg volt maga a borverseny, 10 bíráló bizottság dolgozott, 5 egyik nap, 5 másik nap. A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karáról kértünk fel szakértő kollégákat. Nyitrainé dr. Sárdi Diana, dékán asszony a Szent István Egyetemről segítette a munkánkat, illetve a kollégáival a szakmai irányítást, és amikor esetleg valami kérdéses dolog volt az ő véleményükre adva, hozták meg a bírálók a döntésüket. 7 nagy aranyérmet tudtunk kiosztani, 74 aranyérmet és 204 ezüstérem is született. Tehát én azt gondolom, hogy szépen haladunk, hogy még jobban elismertessük és még jobban megszerettessük a balatoni borokat, a Balatonfüred csopaki borokat, amik itt a mi környékünkön megteremnek. A talajadottságok adottak, az éghajlat adott, a Balaton közelsége adott, és a meglévő területek, amik szőlőtermesztésre foghatóak, azok is még játéktér lehet, hogy az emberek megtalálják azt az egyensúlyt, amit mondjuk egy szőlőterület, illetve egy üdülő körzet között van. De törekszünk arra, hogy minél több szőlőterület legyen élő és művelt. Hogy generációváltás zajlik a borászok között, az nyilvánvaló. Egyre több a fiatal borász, aki megméreti borait a borversenyen. Nagy aranyérmet nyert el Söptei Zsolt késői édes sárga muskotájával. Kocor Dóra, akinek a nevében édesapja vette át az oklevelet, késői édes Semillon Fourmint olasz rizlingével. A Béla és Bandi borászat a 2017-es olasz rizlinggel,
Mészáros József késői édes olasz rizlingével, a Balogh pincészet késői édes szürke baráttal és az édes olasz rizlinggel, és a koroncai pincészet 2017-es olasz rizlingével. Dr. Boka István polgármester a borversenyen elmondta, a városvezetés célja, hogy minél több terület legyen szőlővel művelt a borvidéken, és egyre kiváló borokat fogyasztassanak a vendégek a füredi borheteken, amely ezáltal az ország legismertebb borhete lehet. A városi borverseny díjkiosztójának zárásaként a jelenlévők megkóstolhatták a díjnyertes borokat.